Szeretettel köszöntelek ismét, Oláné Bengyászi Krisztina vagyok, az Artemis Asztrológia Akadémia vezető tanára. Ebben a videóban a 43. hetünk általános asztrológiai aktualitásait fogom összefoglalni. Nézzük, mi az, ami jelen pillanatban fennáll az égbolton, ezt látod mellettem, két horoszkóp ábrán, illetve a hétfő 0 órás pozíciókat a belső körön, a vasárnap éjféli planéta pozíciókat pedig a külső körön. A fókuszok között jelentős témakörként mutatkozik meg, hogy jegyváltás hetében vagyunk, tehát a héten meg fog érkezni 23-án szerdán, nemzeti ünnepünkön a nap a Skorpió jegy előterébe, befejezi ugye az ősz első időszakának a mérlegjegyének az átvilágítását, és innentől kezdve alapvetően a Skorpió témaköröket hozza fókuszba, ami mindenképpen a mélységekkel kapcsol bennünket össze. Hogyha érdekel bővebben, akkor megszokott módon megtalálod itt a Skorpió időszak általános tendenciáit bemutató videót ezen a csatornán. De mielőtt belép a nap a Skorpió jegyébe, ez látható itt már a 43. hét elején, a nap egy olyan pozícióba kerül, hogy a Plutó és a Mars fokozatosan közeledő, agresszív, feszült energiája közé egyfajta konfliktuspontként beékelődik. Ilyen módon a 43. hetünk elejétől kezdve intenzíven érzékelhető, és ez egy körülbelül 2 hetes időintervallumig velünk lesz majd, ahogyan halad előre fele a Mars, és majd meg fog érkezni az oroszlán jegyébe, illetve jegyet fog váltani hamarosan a Plutó, tehát abban az időminőségben is még fenn fog állni a Mars és a Plutó közötti intenzív feszültség. Most még azt lehet mondani, hogy a feszültségek kapcsolódását érzékeljük, és fokozatos erősödését, és ahogyan a nap részt vesz ebben a konstellációban egy úgynevezett T-kvadrát alakzatot létrehozva, így még intenzívebben ráirányítja a figyelmünket arra, hogy milyen belső nehézségeink, békétlenségeink vannak, mi az, ami a belső világunkban egyfajta ambivalens módon működik bennünk. Tudod, amikor azt érzed, hogy az egyik részed ezt szeretné, a másik részed meg inkább egy másik irányba mozdulna, vagy éppen nagyon vegyes, intenzív érzés komplexumban jelen egy nehezebb emberi életszituációdban, amikor a sokszínűség között ott van a fontos a másik, vonzó, szükséged van rá, ugyanakkor meg nagyon feszült indulatok is benne vannak egy aktuális szituációban. Ez az időminőség, amíg a Mars a Plutóval a szembenállását fenntartja, ez nem egy ritka időminőség, bár folyamatosan szerencsére nem kísér bennünket, de minden esetben a Mars által szimbolizált kis akaratot, a személyes szintű bennünk működő akarati impulzusoknak egyfajta transformatív lehetőségét, formáló, alakító, átalakító lehetőségét biztosítja mindig, amikor a Mars a Plutóval szemben áll. Ilyenkor a külső világban is azt vesszük észre, hogy sokkal több a békétlenség, a baleset, a konfliktus, az agresszív egymásnak feszülés. Ebben a konstellációban érkezik most be, fokozatosan, és a Marssal majd a 43. héten, vagy a 44. héten, de a nappal már most a 43. héten, kedden 22-én 16 óra 15 perckor be fogja pontosítani a feszült fényszög kapcsolódást, ami egyben rálátási lehetőséget is biztosít, főleg olyan helyzetekben, ahol azt érezzük, hogy valahol fontosak vagyunk, hatást kell gyakorolnunk, esetleg irányító pozícióban vagyunk, tehát kisebb vagy nagyobb közösség életére ráhatással rendelkezünk, ott ezekben a helyzetekben, szerepekben fokozatosan megmutatkozhatnak azok az impulzusok, amikor az egyén rá akarja akár a saját akaratát kényszeríteni a környezetére, vagy éppen, nyilván egyéni karaktertől függően, azt éli meg valaki, hogy rajta akarnak szinte ilyen úthengerüzemmódban átmenni, és rá akarja kényszeríteni a külső környezetből valaki azt,
amit az aktuálisan nagyobb befolyással rendelkezés, kisebb vagy nagyobb hatalmi pozícióból fakadóan megtehet. Tehát így a világ eseményeiben is ezért intenzívebben elő fognak jönni az egyébként narcisztikus működésre, patológiás működésre hajlamos kisebb vagy nagyobb vezetők, visszaélhetnek most sokkal inkább a pozíciójukkal, de ilyen időszakban gyakoribb a vezetőknek a leváltása is, vagy akár az, hogy egy vezető tudatosan belátja azt, hogy mi az, amihez tudja adni magát, és mi az, ami már neki nem fér bele, és kiszáll, úgymond, egy, hogyan is mondjam, egy etikátlan küzdőtérből. Hiszen a Plutó Mars szembenállásban bizony ezek a hátulról jövő, ahogyan a maffia módszer szokott működni, a zsarolásokkal, az indirekt agresszióval gyakrabban élnek azok, akik valamilyen fajta hatalmi pozícióban érzékelik magukat. Tehát itt nem kell ilyen nagy csúcsvezetőkre gondolni, de természetesen rájuk is gondolhatunk, néha akár kisebb pozícióban valami magát fontosnak érző kapuőr is akár indulatos vagy agresszív megnyilvánulásokat mutathat. Tehát ez már a 43. hetünknek egy jelentősen meghatározó fényszög alakzata, ami kísérni fogja a 43., illetve majd a 44. hetet is, de ugye a legerőteljesebb konstelláció ebből a T-kvadrátból ugye bepontosodik, ahogy mondtam, 22-én kedden. A pontos fényszög alakzatok előtt és után egy ilyen körülbelül 3-4 napig intenzíven tudjuk érezni az adott asztrológiai hatásokat. Tehát ez az, ami ráirányítja a figyelmet arra, elsődlegesen, hogyha most csak a nap és a Plutó fényszög alakzatát nézzük, akkor az egyfajta önkép átalakításra, önkép transformációra irányítja a figyelmet, különös tekintettel olyan témákban, amelyek az egyéni önérvényesítéssel, rivalizációs készséggel, illetve a bennünk lévő indulatok agresszió kezeléssel kapcsolódnak össze, és mivel ez a Mars a rák jegyén halad még keresztül, bizony emögött a minták mögött abszolút tetten érhető és feltérképezhető az a diszonáns mintázat, amit kora gyerekkorunkban öntudatlanul elsajátítottunk, ahogyan megfigyeltük, hogy a környezetünkben fontos személyek, családtagok hogyan kezelik a saját indulatukat, agressziójukat, hogyan végzik azt, amiről önérvényesítésként beszélünk, tehát együttműködve, vagy éppen konfliktusosan átgázolva másokon, vagy éppen mártír játszmát folytatva. Tehát bármelyik végpontjában is éli meg magát az egyén, ha fellépnek ilyen jellegű megélések és tapasztalatok, a napnak a fényszög alakzata most a feszült tapasztalatok mellett segíti ezeknek a tudatosítását, és egyben a tudatosítása rálátáson keresztül segít, hogy dolgozzunk mélyebben azokon a rétegeinken, mintáinkon, sémáinkon, hiedelmeinken, amelyek az egyéni agressziókezelési témakörhöz kapcsolódnak. Ezzel együtt óvatosan minden aktivitással és minden, ami sérülésveszélyes eszköz, azzal megfontolt figyelemmel bánjunk, tehát nem kell félretenni semmiféle munkát, ugyanakkor fontos nagyon egy tudatosabb fókusszal és figyelemmel jelen lenni. Ez a témakör mintegy bevezeti egyébként mindazt, ami egyébként a nap jegyváltásával együtt megérkezik a Skorpió jegyébe, kollektív témává válik mindannyiunk számára ilyenkor az évkörének ebben az időszakában egy intenzívebb és mélyebb belső munka szükségeltetik annak érdekében, hogy rendezettebb, transformáltabb, átalakítottabb módon tudjunk majd az évkörén a téli napforduló ünnepe irányába mozdulni, amit ne felejts el, bevezet még az advent időszaka, asztrológiailag a nyilas időszak, ami már egy lelki minőségben való megtisztultság után egy emelkedettséget igényel, és ezt megelőző Skorpió időszakban, ami előtt állunk most, ezt a fajta belső megtisztulást, belső munkát érdemes elvégezni.
Tehát a hétnek ez egy nagyon fontos konstellációja, ami még kibontakozóban van, és látjuk, az ezt a belső munkát meg tudja támogatni, hiszen a Merkur meg fog érkezni a halak jegyében haladó, és éppen már hátráló mozgásban lévő Szaturnusznak a trigonjába, ez szintén kedden fog bepontosodni reggel 8 óra 34 perckor, és önmagában ez a fényszög alakzat bizony nagyon jól megtámogatja az eddigi belső önismereti munkát, illetve mindenféle, akár nagyobb rendszer szintű problémák gyökerének feltárását segíti. A rálátást, a dolgok összefoglalását, és ebből a megfelelő tapasztalatok levonását. Akik az elmúlt időszakban egyébként is önismereti munkát végeztek, ott jöhetnek az ehhez kapcsolódóan megfogalmazott tapasztalatok, már most az intellektus szintjén össze lehet foglalni azokat az eredményeket, amelyek az elmúlt időszak tevékenységéhez kapcsolódnak, de a Merkur-Szaturnusz trigonja érzékeny, ugye vízközegben helyezkedik el, ezért is kapcsolom ide elsődlegesen az érzelmi-lelki munkát, a belső ismereti munkának az eredményességét, de minden olyan folyamatban is támogatást tud nyújtani, ahol például akár művészetterápiával, vagy belső képek segítségével a kevésbé szavakkal kifejezhető, megfogalmazható témákat ki lehet bontani, most struktúrálni lehet, nagyon jól lehet alkotni rajzokat, modelleket, bármilyen, és nyilván nem csak rajzos, hanem akár gyurmával, vagy más eszközökkel is nagyon hatékonyan lehet most kifejezni azokat a dolgokat, amiket mélyen inkább csak érzünk, de még nem találjuk hozzá meg a megfelelő szóbeli kifejezéseket. Tehát a Merkur és a Szaturnusz pozitív fényszög kapcsolata is velünk van a hét folyamán, hiszen már a 42. hét végétől érezteti a hatását, és így segíti a támogató, konstruktív, akár mély problémás dolgokról való együttműködést, kommunikációt, megbeszélést, és ahogy mondtam, ez nem csak a lelki folyamatokról, hanem adott helyzetben akár mélyebb ilyen rendszer szintű problémák átdolgozása, átbeszéléséhez is hasznos segítséget fog nyújtani. A harmadik fontos pont, még amiről beszélni kell a hét folyamán, az a Marsnak a fényszög alakzata. Még éppen, amíg a Plutó nem ér el oda, hogy vissza fog lépni most már ismételten és véglegesen a vízöntő jegyébe, egyre inkább ugye összefoglaló fázisban van az elmúlt sok-sok évnek, 2008-tól mondhatom idáig tartó periódusnak a hatásaiban, mindaz, amit emberiség léptékkel a szűkebb vagy tágabb környezetünkben, országunkban is tapasztaltunk, fontos változások, strukturális változások és belátásoknak az eredményeit összefoglalja azt is, hogy mennyire voltunk nyitottak arra, hogy együttműködjünk az idők szavával, hogy meglépjük valóban a szükséges változásokat. Ennek már valahol akkor mutatkozik az eredménye is, hiszen új struktúra, tehát struktúraváltások történnek fontos társadalmi, gazdasági, pénzügyi területeken, úgy egyáltalán az élet alapműködése tekintetében, illetve újabb szociális, illetve társadalmi mintázatok, együttműködések is fontos, hogy feltűnjenek már, elő csíráikat lássuk, a kezdeményezésüket, hiszen a Plutó már meglátogatta a vízöntő jegynek az elejét, tehát így már elindultak ezek a kezdeményezések. Tehát a Plutó a két jegy határán mocorog, és ezzel, hogy a legutolsó ív percein halad még végig 43. héten a bak jegyének, még a saját életünkben is nagyon fontos rendszer és struktúra váltásokra visszanézett bennünket, rátekintünk, és ha megfelelően csináltuk, akkor maximum azt látjuk, hogy hol van még egy kis javítandó, mi nincs még teljesen befejezve, de egyébként akár elégedetten konstatálhatjuk, hogy együtt dolgoztunk, együtt léptünk a kozmikus hatásokkal abba az irányba, amely magasabb léptékből vagy magasabb szemléletből nézve szükségszerű.
ami fontos a Plutónál, és erről van egy külön videó, itt 2024 őszét kísérte, illetve itt még éppen érzékelhető a hatása, amíg a Plutó nem lép át a vízöntő jegyébe, addig tisztán a három transzcendens planéta között él a kis trigonális támogatás, ami minden nehézség és probléma ellenére szellemi, spirituális energiákat, erőforrásokat, ilyen módon gondolkodásunknak egy szélesítését nagyobb társadalmi vetületben, nagyobb léptékben, sokakban megmozdul valami, ami az eddigi világlátásukat és gondolkodásukat felül bírálatra készteti, és nagyon jó, hogyha együtt tudunk működni ezzel az tudatunk horizontját tágító, segítő erőforrással, amit a három transzcendens planéta együttműködése hordoz magában. Erről is itt a csatornánkon találsz egy külön videót, hogyha erről szeretnél többet tudni, illetve itt a leírásban, a videó leírásában megtalálod a linket, ide mindig betesszük azokat, amelyeket aktuálisan megemlítek. Azért is beszéltem erről a kis trigonról a transzcendens planéták között, hiszen egyértelműen látjuk még, hogy fent áll az égbolton, és még ami látszik, hogy a Mars, ahogyan majd fokozatosan be fog érkezni, ugye a Plutóval való szembenállásba, így a Mars az Uránusszal először a héten, az pénteken 2 óra 13 perckor fog bepontosodni, a szextiles harmonikus támogató fényszög alakzata, és majd a 44. hét legelején, október 28-án fog beérkezni a Mars a Neptunusz trigonjába, tehát a transzcendens, mind a három transzcendens planétával a Mars ebben a fényszög alakzatban, ami egyébként egy ölcső alakzat, egy nagyon konstruktív, támogató, és minden olyan belső munkát, amit leginkább a rákmarshoz kapcsolunk, amit itt részleteztem a videó elején, a saját akarat, aktivitás, önérvényesítés, konfliktuskezelés témaköre, ebben a minőségben, ebben a szerepkörünkben mindannyiunk számára most a transzcendens támogató hatások pozitív, tovább mozdító lehetőséget biztosítanak, felismeréseket, aha élményeket, ilyen felrázó inspirációt ad, hiszen az Uránusz az segít megvilágítani, a Neptunusz pedig mélyről megengedi, hogy felszínre jöjjenek azok az élmények érzelmi szempontból is, amelyek ehhez a személyes akarat, önérvényesítés témaköréhez kapcsolódnak elsődlegesen. Tehát érdemes körül a témakör körül fókuszáltan gondolkodni, és azoknak mondom, akik kevésbé jártasak az asztrológiában, hogy mindez a fényszög alakzat, ami most fennáll az égbolton, az egy fordított, olyan, mintha fejére fordítva egy gyémánt alakzatot látnál, és csak meg ugye, itt látjuk a bölcső alakzatot, vagy a gyémántnak a talp pontját, ez lenne alul, hogyha vizuálisan látni akarjuk, és ugye a gyémánt, bár én konkrétan nem rendelkezem gyémánttal, nem is nagyon vágyom rá, de ugye ahogyan a képeken láttam, már ugye nagyon szépen ilyen csúcsosra csiszolják, és pontosan ezt a fajta csúcsos mintázatot hozza be ide a P-kvadrát alakzat, ami össze van forva, össze van kapcsolva ezzel a bölcső alakzattal, és így ez a gyémánt alakzat, ami a gyémántról is úgy tudjuk, hogy hogyan jön is létre, ugye hosszú-hosszú prés és belső közetmozgások és belső átalakulás során nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő alatt egy alapanyagból, grafit alapú anyag, alapanyagból ugye egy nagyon erőteljes átalakuláson megy keresztül, és bizony egy nagyon komoly struktúrát és keménységet képvisel a gyémánt. No, ez, hogyha átfordítjuk a heti kapcsolódásokra, a heti alakzatokra, akkor egyértelmű, hogy minden olyan témakör, ami ehhez a mély belső átalakuláshoz, ahogyan egy gyémánt is létrejön, és az utána egy nagyon kemény, stabil valamivé válik, most ebbe a folyamatba a kiinduló motivum és kicsiben, tehát a privát életünkben ugyanúgy ezt látjuk, mint a globális, nagyobb világfolyamatokban
kulcs pozícióban van jelen pillanatban a Mars. Tehát figyelj oda, nézd meg, hogy rád milyen hatással bír mindaz, ami zajlik a külső világban, hogyan kapcsolódsz, hol mutatkoznak meg feszültségek, hogyan jössz indulatba, hol találkozol a saját agresszióddal, agresszivitásoddal, hogy érzed, hogyan kezeled az indulataidat. Most nagyon fontos erre a témára figyelni, hogyha jól és hasznosan szeretnéd a heti aktualitások témakörét felhasználni arra, hogy pozitív értelemben tudjál te is változni. Tehát ezek a legfontosabb aktualitások, amelyek jelen vannak, és ami még beleférhet, hogy a Holdnak egy fokozatosan fogyó minősége lesz végig jelen a 43. héten, ami sokkal inkább a figyelmünket és az aktivitásunkat a külső világ irányába mozdítja, és amilyen jegyek előterében végighalad, a hétfőnk még az ikrek jegyében lévő hold hatás alatt telik. Ugye látszik is még hétfőn 0 órakor, hogy a Jupiterhez bizony közelít ez a hold, és így a hétfő még egy ilyen mozgékonyabb, aktívabb, kapcsolatkereső, kommunikatívabb hatásokban bontakozik ki, és kedden nagyon korán, már 0 óra 49 perckor át fog lépni a hold a rák érzékeny családias közegébe, és így ugye a figyelmünket is, ezen a két napon, hiszen 22-én és 23-án lesz a rák jegyében, a családra, egy kicsit tágabb értelemben az otthon, a szülőföld, illetve a haza vagy a hazafias témakörökre irányítja. Ez szinkronban van azzal, hogy 23-án nemzeti ünnep lesz, úgyhogy biztos nagyon sok hazafisághoz vagy a hazához kapcsolódó gondolatot próbálnak majd megosztani velünk. Ne felejtsd el, kedden pontosodik be ugye a Merkur-Szaturnusznak a trigonja is, illetve ekkor válik egzaktá ugye a Nap-Plutó kvadrát feszült fényszög alakzata is, úgyhogy ezzel a hazafias érzülettel együtt bizony akár vezetők között komolyabb vagy vezető, kisebb vagy nagyobb vezetői hatalommal bíró személyek között ilyen nagyobb konfliktusok és ellentétek várhatók, akár a Magyarországon is, de természetesen ez nem csak a mi területünkre vonatkozik. Szerdán 0 óra 15 perckor lesz a jegyváltás, tehát a nap ekkor fog megérkezni majd a Skorpió jegyébe, és csütörtökön reggel 7 óra 23 perctől egészen szombaton 17 óra 47 percig az oroszlán tüzes kreatív közegén fog keresztül haladni a hold. Egy pozíciót még szeretnék kiemelni, amikor a hold beérkezik ebbe a feszült fényszög alakzatba, tehát eléri a rák jegyében haladó Marsot, ez 23-án éjszaka lesz, úgyhogy leginkább ez az érzelmi puskaporos hangulat 23-án délután este, illetve 24-én még a reggeli délelőtti órákban sokkal intenzívebben érezteti a hatását, hiszen a hold is betársul ebbe a fényszögalakzatba. A hold, akkor itt egy kicsit ismétlem magam, tehát az oroszlán jegyén fog keresztül haladni csütörtökön, pénteken egészen szombaton 17 óra 47 percig, és ugye ez a kreatív, alkotó, önmegmutató, vagy éppen öntömjénező, kinél milyen egyéni karaktervonások vannak, hatásokban tud megmutatkozni. Pénteken a Mars az Uranusz szextiljében be fog pontosodni, így lehetőséget biztosít pontosan azon dolgok belátására, felismerésére, amire utaltam, hogy a begyűrűző, intenzív, agresszió témakör körül megmutatkozó feszültségekből tudunk okulni, tanulni, aha élmény jöhet, nagyon inspiráló, lehet, hogy egy picit másképp, új módon álljunk a dolgokhoz hozzá, közelítsük meg, kezdjük el azt feldolgozni. Tehát segíti az innovációt. És a vasárnapunk, ugye szombat délutántól 17 óra 47 perctől fokozatosan, már a szűzhold hatása alatt telik, úgyhogy így szombat délután, vasárnap inkább a hétköznapi aprólékos tevékenységekre, nyugodt aprólékos munkák elvégzésére, szelektálásra, a dolgok helyrepakolására
fordíthatjuk az időt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmedet. Jövök vissza a következő videóval, mihelyt aktualitás van. Tudod, ha fel vagy iratkozva, és a kis csengő is aktív, akkor ahogyan a Skorpió havát bemutató videó aktívvá válik, azonnal kapsz róla értesítést, és szeretnélek arra kérni, hogy segítsd, hogy legyen az asztrológia mindenki, ezt már egy klikkel, egy megosztással is megteheted. És ebben az időminőségben segítve az önismeretet, a tanulási folyamatokat, egy kedvezményes beiratkozási lehetőséget biztosítunk, úgyhogy tekints bele oktatásunkba, várunk szeretettel az Artemis Asztrológia Akadémián.